nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszketőkezű őszapákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eves kezeket, az elszürkült sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szív szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, amikor Isten közéjük éltetett. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Hiszen érkeznek a Verőcei Őszikék Táncsoport művészei, a csoport művészeti vezetője, koreográfusa Kakasi Éva. Éva, közel 3,5 éve dolgoznak együtt. Mind a Verőcei, mind pedig a Dunakanyarban lévő rendezvények állandó fellépői. Repertoárjukon magyar és vámtáncok szerepelnek. Kiemelném mindenképpen, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amikor táncolnak, igyekeznek mindig a tájegységnek megfelelő népviseletet viselni, így lesz ez majd a mai táncuk során is, hiszen elsőként majd egy szatmári botoró és páros láthatunk, Kovács Lászlótól és Kakasi Évától, majd pedig lába közi táncokkal lepik meg a közönséget. A mai műsoruk ezzel azonban nem fog véget érni, hiszen a mai műsor első részének záró akkordjában pedig egy picikét a romák világát hozzák nekünk, hiszen cigánytáncot is bemutatnak majd. De most elsőként érkezzen akkor Kovács László és Kakasi Éva, ők a Verőcei Őszikék Táncsoport művészei. Fogadjuk őket nagy tapsal!